A lélek és a szellem táplálása mellett a test egészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, önök a VNTV-t, Viva Natura televíziót láthatják, és másunk szeretett társalgás adássorozatunkat. Nagyon-nagyon nagy szeretettel Vörös Ákos prakasmestert köszöntöm a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást. Hálásan köszönöm, hogy eljöttél. Tudom, hogy most jöttetek haza Indiából, igen. És szeretnék majd erre is sort keríteni így a beszélgetésünk során, hogyha valamit most esetleg az indiai út tapasztaltál meg, azt mindenképpen kérlek, hogy tedd majd hozzá. És ugye nem titok, hogy Prakas Mester ébredésekkel, megvilágosodások körül bábáskodik, van neki nagyon jó módszere, ugye a Samadhi Intenzív, ezeket korábbi beszélgetésekben azt gondolom, hogy nagyon szépen bemutattuk. Van Enneagram módszered, amit még kiegészítésként használsz, hogy megkönnyítsd azoknak a dolgát és az útját, akik ébrednek. És amikor valaki azt gondolja saját magáról, hogy neki még valamit tennie kell azért, hogy elérje azt, aki már valójában, meg kell ezért technikákat tennie, ők azt gondolom, hogy mindannyian arra kíváncsiak, hogy miben más egy mester, mit lát vajon ő másképpen, mint egy hétköznapi ember, vajon miként látja a valóságot, vajon mit érező szeretet gyanánt, mint mondjuk egy egyszerű hétköznapi halandó, aki még nem gondolja magát közel sem spirituálisnak, vagy spirituálisan ébredetnek. És én arra szeretnélek kérni téged, hogy a mai beszélgetésekben mindenképpen ezzel a mester szemmel, ahogy látod a dolgokat, ebbe avassál bele minket. És még egy nagyon pici bevezetőt tennék, hogy azért így az elmúlt tizenvalahány évben maga a VNTV is tulajdonképpen ezt az egész ébredési, egy jóval nagyobb ébredési folyamatot asszisztált, vagy ebben vett részt, ebben a folyamatban. Ezt mi is észrevettük, hogy hát itt valójában a munkánk nagyon-nagyon nagy része ezzel telt el, hogy különböző technikákat, módszereket, élményeket, tapasztalatokat a legnagyobb sötétségből, akár a legvégső megvilágosodottságig beleláthattunk és közvetíthettük ezeket a kedves nézőknek. Nagyon szép küldetés. És nagyon-nagyon hálásak is vagyunk ezért. Viszont most azt gondolom, hogy még így a legvégén, tehát én most ott fognám meg ezt az egész folyamatot, amikor egy fajta nagyobb ébredési projekt, vagy egy lehetőség, egy nyitás, ami történt itt a tudatban, a vége fele közeledik. Sosincs vége, tudom, de magának ennek a tömegesnek. És áldott legyen mindenki, aki ebben részt vett, aki ezt támogatta, ezt a folyamatot, és áldottak azok, akik az interneten megjelenő tudásokból, vagy információkból a valódi értéket és tudást szemezgették és szerezték meg, és támogatták meg saját fejlődésüket. De hogy éled meg ezt az egész folyamatot? Mert maga egy nagyobb ébredés az olyan 2012 körülre tehető, mert akkor már valamit megmozdult, tömeges dolgok történtek, de te jóval előbb léptél már erre az útra, és avasd be egy picit. Tehát most kifejezetten a mester, a mesterségem címere a guru, valami ilyesmit is szeretnék belevenni. Először mi a véleményed így globálisan erről az egész folyamatról? Hát szédítő. Minden, amit előtte elképzeltünk volna, attól minden eltér, ami aztán valójában lett és van. De egy jó barátom és tanítványom, akivel sokat elemeztük a Hős útja nevű szerkezetet, az Joseph Campbellnek a tanítása
a világ mitológiainak az egységéről. És ezt a nagyon jó megfogalmazást mondta el, ezt ő találta meg, hogy ami legalább utólag egy kerek egészé áll össze, az hősi út volt. Tehát utólag sokkal könnyebb tudni, hogy valami, tehát hősi út az a hagyományos elnevezés, a lényegi, az egész életünk fejlődését meghatározó útról van szó. És ez az egyik érdekessége, hogy biztosat csak utólag tudunk, vagy még akkor sem mindig. És utólag nézve nagyon sok minden teljesen nyilvánvalónak látszik számomra, hogy mennyire vezetve voltam, mennyire minden úgy történt, ahogy kellett az én utamhoz. És hát közben abszolút nem ez volt sokszor a közérzetem. Tehát pont a keresésben egy szükséges szakasz az eltévedés. És azt is a Joseph Campbell-féle hősi útról mondta, vagy ő, vagy az egyik tanítványa, hogy amit az elejétől a végéig belátsz, az nem a te utad. Tehát senkit ne bizonytalanítson el, hogyha fogalma nincs, hogy most mi lesz, valószínű akkor kezdődött el az igazi útja. Mert egy biztos erről a nagy útról, hogy az elmén túlra vezet, egyenként, egyénenként és közösségként is. És amit mostanában divat a komfortzónának nevezni, abból biztos, hogy ki kell lépni, és annál jobb, minél hamarabb ezt megtesszük, mert különben az élet segít, hogy kilépjünk belőle, és néha inkább kirúg a régi állapotból. És nekem, ahogy kezdődött, az óriási segítség volt a számomra, hogy a jógával kezdődött, és nagyon hagyományos jógával, ami mind máig az alapot jelenti a számomra. És a csoportjaimon, főleg a gyakorlati csoportjaimon, az utazásainkon egy biztos, hogy a reggel jógával kezdődik, mert ezt évtizedek óta tapasztalom, hogy egy nap egészen más, hogyha jógával kezdődött, hogyha összehangoltuk a testünket, a lelkünket, a tudatunkat, a figyelmünket, és akkor a külvilágban is másképp működünk, hogyha reggeltől kezdve egy nagyobb tudatosság ott van. És éppen ezért, mert egy ennyire viszonylag egyszerű és mélységes alapot kaptam a jógával, beleértve a szellemi jogát is, amikor már előre jósolták, hogy a vízöntő korszak nem víz az önnel jön, hanem információ az önnel, de ember legyen a talpál, aki épésszel marad benne. Ezért, amit nehezen hittem el előre, hogy például itt Magyarországon is, a Csapból is ezospiri fog jönni, ahogy mondjuk engem kicsit irritál, de úgy sokan elnevezték, és tükrözi azt az óriási sokféleséget, ami tényleg mint karácsonykor minden van, ami csillog. És ebben alapvetően a jóga segített nekem mindvégig az utamon maradni. És ami ehhez kompatibilisnek tűnt, vagy amikor az életből nyilvánvalóan látszott, hogy bejött egy irányzat, bejött egy tanító, akkor azt elfogadtam, és éreztem is, hogy most ezt kell követnem, hogy ami amúgy is bennem van elrejtve, az kezdjen jobban előjönni. És már elejétől kezdve, a bevezetőtől kezdve ez jutott eszembe többször, hogy a mester az egy, mondjuk, hogy szerep, amit a tanítvány lát. És felelősségteljesen be lehet tölteni ezt a szerepet,
De egyik régi kedvenc filmemben a főszereplő, aki egy abszolút mesterfigura volt, de hogy ő mondta, hogy nem azért élek, hogy a példaképed legyek. De hát ez viszont nagyon így van, hogy hogyha valaki bármilyen módon feladná önmagát azért, hogy ez tanítványoknak, keresőknek tetszen, akkor pont azt veszítené el, ami a lényeg. Tehát a jógában a magas jóga fokozata, swami, az azt jelenti, hogy önmaga mestere. És elsősorban azt hiszem, hogy mindenkinek ez a dolga, hogy a maga felfedező útját járja, és a taróban például van az alapszintű tanítás, az a főpap, tanulás és tanítás, a megtanulható dolgok és hagyományok, tanulása, tanítása, és a következő szint a remete, az meg a tapasztalatból tanulás, és azt a saját példával lehet leginkább továbbadni. És hát ezt mindig fontosabbnak tartottam, meg amiket mondtál már most kulcs szavakat, hogy tapasztalatok és a tapasztalatokból építkezni, az mindig a legfontosabb lett a számomra. Tehát olvastam sok mindent egyre nagyobb szelektálással, de azt a kezdetektől tudtam, hogy olvasáson át nem lehet a lényeghez eljutni. Személyes átadás az nagyon sokat segíthet, tehát találkoztam olyan mesterekkel áldásos lehetőségként, akiknek a lényét megérezni az beleépült az én életembe. És ezen túl is, ahogy szokták mondani, hogy a mester, az ember például, hogy a mester csak a kaput tudja megmutatni, de átmenni mindenkinek magának kell rajta. Ezt abszolút így látom, és pont ez a lényeg, hogy magunkra vagyunk hagyva a nagy tapasztalatokban, átélésekben, próbatételekben, és éppen ezért lesz valóságos és megbízható az, amit ezáltal szerzünk. És a pár évvel ezelőtt, amikor hát éppen a nehéz szakasza volt a nagy változásoknak, tehát egy nagy beindulás után az óriási fék, amit elvesztünk a barátaimmal, tanítványaimmal a nagy elvonulásnak, tehát, hogy mi mentünk saját jó szántunkból elég sok elvonulásra, de amikor egyszerre mindenki elvonulásra kellett, hogy menjen, az kicsit más érzés volt, és nem mindig könnyű. És utána meg úgy érzem, hogy új lendületet kapott minden. Tehát az első csoportok, miután a közelében nem volt szabad menni egymásnak, meg pont az állarcok nélküli kommunikációt gyakoroljuk, és utána állarcba kellett járkálni nagyon tömegesen. Azután egy új erőt kapott a kinyílás, mintha sokan akkor érezték volna meg igazán, hogy amikor lehet találkozni és kimenni a természetbe, és együtt megélni lényegi dolgokat, akkor annak mekkora jelentősége van, és ez mind máig tart. Ugye az ébredési úton ugye mindenkiben ott van ez a mester, amit mondtál. Mindenkinek meg kell találni, de ugye általában úgy találjuk meg a bennünk lévő mestert, hogy megjelenik a külvilágban a mester, ugye amikor készen van a tanítvány, megjelenik a mester, egész addig marad, amíg a benned lévő mestert fel nem ismered, és utána már ugye ez a belső egyéni utazás a kapun túlra meg nem történik. És a te első mestered, vagy nem biztos, hogy az első, de nagyon-nagyon meghatározó mestered Papaji volt. Igen. És a mai napig egyébként nagyon-nagyon élnek a tanításai, és azt terveztem veled ma, hogy nézzük meg azt a fajta evolúciót, vagy ezt a változási folyamatot, nem kell feltétlenül kell evolúciónak, hanem egy természetes változási folyamatnak, hogy maga a mestereknek is a formája, a tanításoknak, a metódusa, amiről szólnak,
ugye a modern kor előre haladtával változnak. És ugye vannak az ősi mesterek, akik nagyon tradicionális, mint ahogy említetted a jogát, szentírásokból dolgoznak még, olyan tanításokból, amik abban az időben nagyon helytállóak voltak. Annak idején el kellett zarándokolni, vagy el kellett utazni egy ilyen mesterhez, el kellett Indiába a hegylábához utazni, ami, ahol ti is egyébként most voltatok. Tehát igazából ugyanazt megcsináltátok, amit annak idején, mint egyetlen lehetőség létezett erre a fajta megtapasztalásra. De közben változott a világ, és megjelent az internet, és megjelentek a modernkori mesterek, és megjelent a digitális szatszang, a képernyőn való jogázás, és megjelentek a kis filmek, tehát ma már egy spirituális mesternek olyan marketing filmjei vannak, ugye ezek a kis TikTok, meg nem tudom milyen videók, 30 másodpercben elmagyarázza a teremtést és az ébredést. Tehát egészen más fele mennek a dolgok, és hogy ezt erről is beszélj, kérlek egy kicsit, hogy te hogy látod ezt, hogy éled meg, mert a mai ébredő ember, aki nem tudjuk, hogy mitől, mi lesz az a stimuláció, mi lesz az a jel, ami az ő kis tudatának az ébresztő lesz, ki lesz az a mester, aki majd megszólítja, ki az, akit ő mesterének választ, és azért én elmondom, hogy ez nem mindig olyan szerencsés, szerintem, és nem mindig tiszta, de majd ez még későbbiekben. Magát erről a folyamatot, az ősi mester, az old school tanítások, és a modernkori mester modern tanításokkal. Abban a tanítványi láncban, ami ez Papajin és a tanítványain Eli Jackson Baron meg Gangajin keresztül bekapcsolódtam, nagyon látványos a korszakok szerinti változás. Én Rámanát úgy látom, hogy bizonyos szempontból ő az utolsó volt az ősi, hagyományos tanítványi láncban, és egyben az első, az alapító egy új nyitásban. Tehát ő a maga korában nagy újító is lett a szellemi átadásban. És egyre inkább úgy látom, hogy neki pont akkor és ott kellett megjelennie. És hát ugyanakkor, amit kívülállók nem szoktak úgy kellőképpen észrevenni, hogy ő tényleg vakítóan megvilágosodott, ami még az ismert mesterek között is az egyik legkiemelkedőbb. Tehát egy olyan korba volt, amikor angol gyarmatosítás alatt állt India, meg hát több egyéb európai hatalom is eléggé jelen volt, és először kezdték az indiaiak meglátni a lehetőséget arra, hogy egy új korban újra szabaddá váljanak a maguk kultúrájába. Tehát volt egy ilyen óriási, tömeges igény. És Rámanának nagyon nagy ellenállással kellett szembe mennie ahhoz, hogy ő az ősei útját kövesse, akik között pedig ismert, megvilágosodott mesterek is voltak rokoni kapcsolatban. Na, mondjuk, hogy genetikailag se volt tőle idegen, a lehetőség ott volt benne, átlagon felül. És a gyerekkori könyveiben nem szórakoztató mesekönyveket olvasott, hanem az indiai szentek életrajzát. Tehát, és abban ott ráadásul talált rokont, tehát azt megérezte, hogy ez egy viszonylag közeli lehetőség, nem csak nagyon messze egy egészen más korba történhetett, hanem hogy ez egy létező lehetőség. És ugyanakkor a külső élete az teljesen másról szól,
amerikai misszionárius iskolába adták be, hogy tanulja az angol nyelvet, ami nagy ajándék nekünk, mert Rámena nagyon jó angolsággal el tudta mondani, amit akart, és későbbi belemagyarázások ezért elég nevetségesek, amikor Rámenának közvetlenül meg lehet találni, hogy ő mit mondott, mit tanított. És ugyanakkor megtörtént valami, ami csak vele történt meg, és a megvilágosodás az mindenképpen valamilyen sok hatás. Ezt Gurdjieff, aki az Enneagramnak és az egész szufi útnak az első világhírűvé vált tanítója volt, ő mondta, hogy ő abszolút ismerte a tudatbeli szintváltásokat, és hogy egy magasabb szintre semmilyen lépcső nem vezet át, semmilyen közvetlen út nem vezet át, hanem egy sok, valamilyen sok tud átvinni. A sokkot úgy értelmezte, hogy nagy plusz energia. És ez egyáltalán nem mindig kellemesen kezdődik. Rámanának az volt, hogy az apukája különösen nagyon csodálatos, spirituális ember volt. A legnagyobb szobáját a házában állandóan nyitva tartotta a zarándokoknak, és ezzel is az akkor még eléggé undergroundba levő ősi szellemiséget támogatta és azonosult vele, és egyszer csak rövid időn belül ezt a csodálatos apukát elveszítette Rámana. 15 éves kor körül, kora tini korában, és egy akkora lelki sok volt a számára, ami mindig kétesélyes, hogy nagyon mélyre letaszítja, vagy nagyon magasra emeli. És az ő esetében ez úgy jelentkezett, hogy a rokonokhoz került, nagybátyához, hogy gondoskodjanak róla, miután apa nélkül maradt, és látta az apukája temetés, illetve hát mágia szertartását, és azt érezte, hogy bármi is az a agyagbábuszerű valami ott, az nem az ő apukája. Minden, amit apukájában szeretett, az nem volt már jelen abban a testben, ami elvesztette a lényegét, az életerejét. És ez visszatükröződött önmagára, mivel annyira közel állt hozzá apukája, hogy óriási halálfélelem tört rá, ami ismert pszichológiai tény, hogy közelállók elvesztése az a saját halálunkkal is valamilyen módon tud szembesíteni bennünket. És Rámanának meg ilyen volt a hozzáállása, elég azért sok nagyszerű indiaiban ez megvan, hogy ő nem fog félelemben élni, hanem essünk túl rajta. És ott, ahol volt, lefeküdt a padlóra, és teljesen nyitottan várta, hogy történjen meg a halál. Ami olyan jó sikerült, hogy ez megér a divatos szóval nem csak halál közeli élmény volt, hanem a leírás szerint eléggé halál élmény. És a testében érezte az életfunkciók távozását, és valami teljesen ismeretlen közegben találta magát, amiről csak annyit tudott, hogy tárgy szinten semmi nincs ott, viszont hatalmas üdvösség van jelen. És azóta is vannak, akik különböző halálközei, vagy akár halálélményeket éltek át, és némelyikük viszi is a hírt a világba abból, amit ott átélt. Rámanának pedig nem csak egy tanúságos nagy élmény volt ez, hanem a lényege megmaradt. Tehát megint ezt úgy tudnám mondani, hogy megvolt hozzá a kultúrája az előbb elmondottak miatt, és így miután benne találta magát egy isteni kegyelmi állapotban, tudta hova tenni, tudta, hogy nem megbolondult, nem össze kell szednie magát, hanem hogy lehetne a legteljesebben megmaradni abban, amit megkapott ezzel.
És onnan kezdve ma későbbi szóval szinkronisztikus módon szinkronicitások történtek vele. Eszébe jutott egy hely, amitről hallott az Arunachala, ami a legendák szerint Isten jelenléte itt a Földön, és megtudta, hogy az egy létező földrajzi hely Indiában. Utána kiment az állomásra, kiderült, hogy ami zseppénz van a zsebébe, abból tud odáig jegyet venni, és elment egészen az Arunachaláig, ahol bement abba a templomba, ahova azóta is elzarándoklunk, hogy az eredeti helyet megnézzük, megérezzük, és annyit mondott hangosan, hogy atyám, hazaértem. Ami egyrészt édesapjával egy új szintű kapcsolódás, már nem a fizikai szinten, másrészt pedig az isteni atyával való kapcsolódás. És a kornak, hogy ez már akkor a 30-as években sem az igazi ősi időszak volt, amikor arra épült fel a társadalom, hogy egy felébredt vagy felébredő rétegről gondoskodjon. Ezzel szemben őt majdnem agyon dobálták a helybeli gyerekek, mert zavarta őket, hogy egy annyi idős gyerek úgy viselkedik ott, mint a szentek. És erre a pap szerencsére észrevette, és őt meg nagyon megragadta az a teljes önátadás, amiben ez a fiatal gyerek van, és egy helyiségbe elrejtette, ahol biztonságban volt, ott pillanatnyilag egy emlékhely van, ahova megint mindig el szoktunk menni, és a helyszínen megemlékezni róla, és röviden úgy tűnik, hogy egy elhatározás született a fiatal Rámanába, akinek akkor még nem ez volt a neve, hogy semmi nem éri meg neki, semmi nem érhet annyit, hogy azért elhagyja a teljességet, amiben van. Egy darabig ez teljes nem cselekvéssel járt a külső világban, tehát a legklasszikusabb mély szamádiban beteljesedett állapotban volt, és hogyha a szentéről vett folyadékot megitatta vele a pap, akkor jutott valami a szervezetébe, ami táplálta. Szerencsére túlélte ezt az időszakot, és utána újabb vék és védett helyeket találtak neki a környékbeli szerzetesek, akik szintén egyre jobban értékelték az ő isteni állapotát. És oda is el szoktunk menni azokba a kiépített barlangokba, ahol évekig, vagy volt, ahol évtizedekig ő élt. Hogy, ahogy mondtad, ahogy aki akart valamit, az elment oda és föl sétált oda akkor még elhagyottabb környékre. És ugyanakkor előbb-utóbb Rámana beszélt is a hozzáfordulókkal, megtartotta a hagyományt is, hogy az idő egy részében a csenddel beszélt, és a csendjének olyan végtelen mélysége volt, hogy az sok mindenkire átment, és megváltoztatta az életüket. Mert egy kicsit ellazulni és meditálgatni, az teljesen más, mint a végtelen mélységbe bekerülni, és ez azért előfordult Rámana közelében. És egy idő után még arra is rá tudták venni a tanítványok, hogy rendszerezze a tanításokat, amiket részben átvett hagyományos tanításokból, de mindent egybevetett az ő tökéletes átélésével. De már ott legalább egy-két könyvet meg lehetett írni a tanításaiból. Közben felépült számára egy ashram,
mert egy idő után olyan sokan kezdtek jönni a India és a világ minden részéről, és ebben az időszakban Rámana úgy nevezte el azt, amibe került, mert ezt kérdezték tőle, hogy nem azt csinálja, mint a hagyományos például himalájai szent emberek, hogy egy szó nélkül marad egy elhagyott barlangban. És ő azt mondta, hogy ezt nevezi Sahaja Samadhinak, a természetes megvilágosodott állapotnak, hogy tud csinálni egyszerűbb dolgokat, amit úgy dönt, és még az étel készítésébe is közreműködött, hogy ezzel is gondoskodjon az ashramjában a levőknek és a látogatóknak, meg szavakban is tanított. Tehát ilyen értelemben ő elkezdett egy nyitást. És akkor egy vágás, és bejött a képbe Papaji, akit természetesen szintén nem így hívtak akkor, hanem az ifjú Puncsának, és ő már pont benne volt az India felszabadítási mozgalmában, mert ő az apukája határozott kérésére elvégezte a katonai akadémiát, és hát egyrészt hagyománytiszteletből, hogyha édesapja ezt mondta, akkor azt megcsinálja és kész. Másrészt később mondta, hogy sokan voltak barátai, akik már akkor a szabad Indiára vágytak, és úgy voltak vele, hogy belülről hozzanak változást a rendszerbe, hogyha eljön az ideje, akkor egy nagyon erős indiai hadsereg legyen ott jelen, és egyszerűen jobbnak látták az angolok, hogy egyszerűbb lesz, aki vonulnak Indiából. Tehát egyrészt hát ez teljesen egy világi szabadságvágy, amiben benne volt sok kortársával együtt Papaji, de hát ő tudta, hogy mit jelent kiállni a szabadságért akkor, amikor ennek voltak veszélyei is. Ugyancsak voltak veszélyei, hogy Pandzsábban élt, ami meg egy érdekes egybeesés az én életemben, mert a modern kundalini jóga is pandzsábi mesteren keresztül terjedt ki a világba, tehát Pandzsáb többszörösen előjött, és már jártam is ott néhányszor, újra felmerült, hogy a pandzsábi amritsári aranytemplomba is ellátogathatunk újra. És Papacsinak menekülnie kellett, az utolsó vonattal ment ki, amin még nem lincseltek meg mindenkit, Pandzsábból Indiába, és ott volt a nagyszámú családja, és ő pedig Indiában, akinek katonatiszti végzettsége van, az több műszaki, polgári munkát is vállalhat ezzel, és egy egész bánya társaságnak volt a ügyintézője, és járta, nagy motoron járta a bányákat, és utólag úgy mondta, hogy a fénytitkos ügynöke voltam. Tehát mondta, hogy ha nem akarta, hogy veszélybe kerüljön az állása, akkor a spiritualitásról, főleg megvilágosodásról jobban tette, hogyha nem beszél. Egyszerűen nem tudták az emberek, hogy miközben ő megy és segít gyakorlati dolgokban, meg meghallgatja őket, miért szeretnek annyira a közelébe lenni. És közben meg azt, hogy utazott többfelé India szerte, meg váltott is munkahelyet, arra használta fel, hogy ahol szent emberekről, megvilágosodottakról hallott, oda elment, és hát ő nem volt, már akkor sem volt a halogatás híve, mindegyik mesternek mondta, hogy kérlek, mutasd meg nekem Istent. És nem is ez volt a lényeg, hanem a reakció,
hogy mindenhol valami nagyon hosszú folyamatot írtak le, hogy ezt meg ezt gyakoroljad, olvasd el, mondogassad 10 000 számra, és akkor majd egyszer ki tudja, hogy lesz-e valami. És papacsoda később is ez visszaköszönt, mert ez lett az egyik fő tanítása, hogy a valódi felébredés egyik legnagyobb akadálya a halogatás. Hát, hogy mondjuk India eleve az abban előbbre jár, hogy viszonylag talán többen elképzelhetőnek tartották magukra nézve a felébredést, a megvilágosodást, de akkor meg valami nagyon messzi távoli jövőbe helyezték, és Papacsi meg körülbelül úgy akarta, hogy most vagy soha. Ami elég jó hozzáállás, meglepő módon a felébredéshez. És hát pont Ramana Maharishinél van úgy, hogy többször kell, hogy eljöjjön a megvilágosodás, a találkozás az abszolúttal, hogy tartós változást tudjon hozni. A egészen lerövidítve az egyik az az volt, hogy Papacsi egyszer csak nem tudott tovább mantrázni. Pedig azért hagyta ott, már találkozott Rámanával, érezte, hogy itt nagyon-nagyon van valami, ami sehol máshol még nem volt. Ilyet még nem érzett, nem tapasztalt senkinél. És azzal együtt elment, mert a neveltetése miatt nem bírta nézni, hogy nem pörgetik az olvasót, a mállát az emberek, és ő gyerekkorától kezdve az volt, hogy annál szentebb valaki, minél szakadatlanabbul mondja a mantráját az olvasóval. Ami egy jó lazító technika egyébként, de nem több annál, nem az abszolút. És ezért elment Papaji, és az univerzum megküldte a választ, egyszer csak nem tudott többé mantrázni. Amennyire könnyen rászánta magát addig, vas akarattal, egyszer csak nem ment többé. És mindenkihez elment az ismert környékbeli szentek közül, amiből Indiában azért sok volt főleg, de akad ma is. És mindegyik azt mondta, hogy most erősíts bele, ez a lélek sötét éjszakája, most tarts ki. És Papacsi meg hát, csak azt érezte, hogy ez lehetetlen, tehát lehetetlent követelnek tőle. Úgyhogy végső elkeseredésében újra visszavett Rámanához, és neki is elmondta, hogy nem vagyok jó ember, mert a szádanámat a szent gyakorlásomat abbahagytam. És Rámanának így egy-egy mondata életre szóló volt egy-egy ember számára, és mondta, hogy azért nem tudsz mantrázni, mert ott vagy, ahova annak el kéne vinni téged. És hát az egyik leggyorsabb segítség a megvilágosodásban többeknél az idők folyamán, hogy szóltak, hogy már ott vagy. Hát ez volt egy nagy összeomlás, hogy Papacsi aztán ebbe tényleg a végletekig ment, hogy ő azt javasolta, hogy minden technikát hagyjanak. Persze ezt a legjobb, amikor olyanoknak javasoljuk, akik már sok mindent tettek a felébredésén, ezzel egy belső momentum felépült, és akkor abba adni az egész más, mintha valaki el se indul sem erre. De a másik nagy impulzus, amit átadott Ramana Papajanak, az pedig az volt, hogy látta az ifjú Puncsán, hogy nagyon jó állapotban van. Kérdezte, hogy mi van, mit csináltál? És mondja, hogy hát sétáltam az Arunachala körül, ez most ilyen nagyon friss képi emlékeket hoz elő még mindig bennem, és mi volt? Hát a hegy túloldalán találkoztam Krisnával, ezzel Papacsi átélte azt, amit tényleg világszerte sok nagy szent legnagyobb átélésének tekintenek, hogy az ő rá jellemző Isten alakkal, Isten megnyilvánulással találkozik látható, akár tapintható formában, és mondja, hogy ott énekeltünk, táncoltunk Krisnával órákon át.
és mondta Ráver, hogy hú, hát ez nagyon jó, és most itt van ez a te Krisnád. Mondja, papacsi, nem, hát most nincs itt. És erre Ráman azt mondta, hogy ami feltűnik és eltűnik, az nem valódi. És ezzel elért egy csúcsot papacsi, itt pedig a csúcs is összeomlott, és maradt a mindig jelen való, és mondta, hogy azt vedd észre, aki látta Krisnát, meg látja azt, ami most van, mert a látó az, ami nem változik, és ahogy ezt Ramana kimondta, Papaji egyé vált ezzel a látóval, ami a tudatunk legmélyebb része, ami nem csinál semmit, nem avatkozik be a felszíni eseményekbe, de annál inkább lát és tapasztal és átél mindent. Hát Ramana már modern fordulatot hozott az ősi tanításokba, és Papaji meg aztán végképp, amikor őnek eljött az ideje, hogy tanítson, akkor nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy aki kész rá, azt leállítsa arról, hogy különböző hagyományos módszereken rengeteget gyakoroljon, olyan módon, ami semmi belátható időn belül nagyobb eredményhez nem fog vezetni. Ugyanerről szól egy másik, még későbbi mesternek a könyv címe, a Lusta ember úti kalóza a megvilágosodáshoz, amitől olyan fura, hogy sokan egy szótól el tudnak menekülni, hogy hát a legjobban életében attól fél, hogy őt lustának nevezi valaki, és hát ott volt a szó, a kimondhatatlan szó, pedig csak arról szólt a lusta ember úti kalóza, hogy itt van a többi között, ez az egyes fordítás, a többiek azok az én írásaim, de ez, ahogy megláttam, annyira tetszett, és belolvasol ugyanannyira, vagy még jobban, hogy ezt muszáj volt még Mauin lefordítanom a régi nagy időkben, és azóta már a többedik áldolgozott kiadása jelent meg. És erről szól a könyv, hogy ő lusta abban, hogy olyan dolgokkal foglalkozzon, amik nagyon szigorúak, nehezek, és nem vezetnek túl sok eredményhez. És ez, ennek persze megvan a másik oldala, hogy aki ezt megteszi, azt tudja minden energiáját, elszánását, erejét belevinni abba, ami az egyenes út önmagunkhoz. Úgyhogy ez volt még Papaji, és aztán az ő tanítványai, meg hát Eli mind máig is folytatja a terapeuta képzését és praxisát, és Papaji pedig ennyit mondott neki, hogy jó van, legyél csak életmentő a déli bábban. Vagyis, hogy attól, hogy az egyik alaptanítás, hogy egy káprázatvilágban élünk, az a hagyományos elnevezés a virtuális valóságra, attól még elég valóságosnak tűnik, hogy emberek szenvednek benne, és szép motiváció azon segíteni, amennyire csak teheti valaki. Na hát, hogy egyszerre kellőképpen valóságosnak és nem valóságosnak tekinteni a külső világot, és aztán még a sorozatban, aki nem közvetlen Papaji tanítvány, de Ramanához visszavezethető a tanítványi lánc, Ramesh Balsekar mester, aki, amikor Papaji után én már tényleg nem kerestem, hogy még hol lehetne tanulni, mert azt éreztem, hogy amit meg lehet találni, azt megtaláltam. Viszont az élet úgy hozta, hogy valamiért mégis mindenképp el kellett mennünk Ramesh mesterhez, mégpedig mint kiderült az utolsó lehetőségre, mert a következő évben már mentünk volna vissza hozzá, és már nem élt itt a Földön, tehát az utolsó pillanatban. És egy hozzáértő barátom kiigazított, amikor mondtam, hogy hát ő bankigazgatóként ment nyugdíjba, tehát hogy tényleg nem élt egy nagyon visszavonult életet,
és mondja, hogy várja, ő egy bank hálózatigazgatójaként menj nyugdíjbe. Tehát amit a külső világban el lehet élni, érni, azt nagyjából Rámes mester elérte, és azzal együtt, amikor az egyik mestere szólt neki, hogy mostantól add át a tapasztalatot, a tudásodat, attól kezdve szintén az otthonában, mint Rámana apukája annak idején, a saját otthona egyik szobájában tartotta a szatszangokat, hogyha egy-két ember került oda annak, hogyha alig lehetett elférni, akkor azoknak, és ő meg azt mondta, hogy kérdezték, hogy de hát ilyen magas vezetőként állandóan döntéseket kellett hoznod, hogy mondhatod azt, hogy nem csinál semmit, és mondja, hogy hát, hogyha ebben a nagy játékban úgy láttam, hogy most az a szerepem, hogy csináljak valamit, akkor én belementem a játékba, és úgy tettem, mintha csinálnék valamit, de aki egyszer megtapasztalta, hogy ebben a világban egy cselekvő van, és az az egy osztatlan isteni tudat, az nem gondolja azt, hogy ő a külön álló valaki valami, ő csinál bármit is. Szóval ez már eléggé a jelenkorba való átmenete az ősi tanításoknak, és csodálatos, hogy őt is élőbe hallgathattuk. Érkezünk meg ide a jelenkorba, ahol hát hogy nem azért a pandémia meghozta annak a lehetőségét, hogy a képernyőn keresztül megjelenhessen, megnyilvánulhasson nagyon sok mester. Hogy működik ez szerinted? Mennyire működnek ezek a digitális szatszangok, szangák? Neked van joga tapasztalatod, azt elmesélted, hogy ugyanúgy igen. Működött, mint... De ugye maga ez a személyes jelenlét, ez az energia. Kérdés, hogy mennyire tisztáljon át, mennyire torzítatlanul jön át a képernyőn keresztül. Mi a véleményed erről a rengeteg profétáról és mesterről, aminek az eljövetelét megjósolták korábbi szentiratok is? Ahogy mondod, nekem a jógában volt az a pozitív tapasztalatom, hogy végül is éveken át semmi más módon nem lehetett találkozni előtte-utána csoportra járókkal, csak a digitális világban, és voltak olyan barátaim, akik már korábban saját választásukból például dolgoztak úgy, hogy részben élőben, részben pedig digitálisan is elérhető módon megtartották programot azoknak például, akik nem tudtak elmenni a helyszínre. Tehát volt némi bátorítás, és némi kételjel kezdtem hozzá, hogy jó, hát csináljuk együtt legalább, de túl sok érzésre nem számítottam. És akkor kiderült, hogy ezek a mai korra szabott szithik, varázserők képességek, hogy nagyon szép csoportenergia ki tud alakulni a közös gyakorlással, és ez mind máig tart, amikor szerencsére azért tudnak élő programok is lenni. Egyébben pedig továbbra is az élő lehetőséget tartom a legtöbbre, és hát azért vannak fokozati különbségek, hogy mennyivel többre vagyunk képesek a közös tudattérben, amikor nem csak látjuk, hanem mindenféle szinten érzékeljük egymást, és nekem a szamádi intenzívek ezt jelentik, hogy felépül egy óriási közös energia, összehangolódunk, és hát azt szerencsére nem kell nélkülözni, hogy ez élőbe mehessen. Hát el tudom képzelni, hogy valamilyen hatást el lehet érni, úgy is, hogyha valakire olyan sokan kíváncsiak, hogy az már csak online történhet meg. És ugyanakkor
annak mindig meg lesz a varázsa és a plusz ereje, hogyha személyesen lehet találkozni. Például most a közepébe ugorva a mostani indiai utunknak, a legutóbbi indiai utunknak, Ammához igyekszem, hogy bár a régi jó bevált helyeket nagyon szeretem újra meg újra meglátogatni, úgyis új tapasztalatok lesznek belőle, de mindig legyen valami új. És aztán kiderült, hogy már jó ideje szeretnénk Ammával találkozni. Minden, amit hallottam róla, az tetszett. És ő náluk például egy csomó minden hibrid módszerekkel megy, tehát a mostani kornak megfelelően, hogy hála a jó Istennek, ő ott van jelen teljes élő mi voltában és kisugárzásában, és ugyanakkor nagy kivetítőkön részben az látható, amit most mond és tesz, és a gesztusai, amit, mivel elég nagy terem volt tele követőkkel, meg érdeklődőkkel, ezért valószínű, hogy sokkal jobban láttak a kivetítőn, mint icipiciben a valóságban a színpadon. Tehát valahogy a különböző módszerek segíthetik is egymást, hogyha jól használják, de valószínű, hogyha csak a kivetítőn kell meghatódnunk, akkor kevésbé hatott volna rám, mint ami közismert Ammáról, hogy sok-sok-sok embert megölel, és ez az ő módja arra, az ő spontán jött módja arra, hogy a végtelen szeretetet, hát több oldala van az isteni teljességnek, ő leginkább a végtelen szeretetet élt át, és él és testesíti meg, és hát ezt azért nagyon jó élőbe és közvetlenül átélni. Takas, még egy utolsó észrevétel, hogy ezt a blokkot így be tudjuk, teljessé tudjuk tenni, hogy az emberek agya már eléggé meg van puhítva ahhoz, hogy információkat az interneten keresztül egyfajta Google üzemmódban keresnek, így keresnek rá a tanításokra, sőt, ugye annyira okos ez a számítógép, ez a szuper számítógép, ami ezt az egészet működteti, hogy én, hogyha érzi a rendszer, hogy én spirituális érdeklődésű vagyok, akkor mindjárt hozza nekem ezeket. Na most valamiért én azt gondolom, hogy ennek a fantasztikus dolognak, ami az internet általi segítség volt, hogy nagyon sok tudást, esetleg korábban elhallgatott, eltitkolt tudásokhoz is hozzáférhettünk. Valószínűleg itt lesz a vége, mert ugye megjelent a mesterséges intelligencia, amelyik mint egy DJ összekevergeti ezeket az információkat, és már találtunk ezek között az automatikusan feldobódó üzenetek között hamis csatornázásokat, tehát amit jobb esetben valaki már van annyi energetikai finomérzékelése, hogy észrevesz. De én azt gondolom, hogy maga ez a mód, hogy ilyen módon ébredünk, és így nyúlunk a tudásokhoz, és észre se vesszük, hogy adott esetben már félre van az egész víve. Tehát itt majd nagyon óvatosnak kell lenni. Igen. De azt mondom, hogy ez egy ajándék volt, ez a korszak. A lényeg, hogy észre tudjuk ezt venni. Szeretnélek megkérdezni, hogy neked van-e erről véleményed, valami? Nekem az a legfontosabb felismerésem, ami már évekkel ezelőtt megjelent, hogy amióta elkezdték többet emlegetni a mesterséges intelligenciát, hogy ebbe valahol semmi új nincs, mert az elme az pont az mesterséges, és mondjuk, hogy intelligencia. Igen. Tehát végül is rólunk szól, mint minden, hogy a saját elménkkel, mint globális közösség, annyira nem tudunk még mit kezdeni, annyira a fejünkre tud nőni a saját elménk, amik hagyjuk, hogy ennek a megnyilvánulása az, hogy a gépek meg azt csinálják, amit mondanak nekik. Tehát bármi, ami a mesterséges értelemben veszélyes lehet,
az maguknak, a földi elméknek bezárt, behatárolt, a lényegénél fogva önző elméknek egy következménye, kinagyítása, és elég sokan ezt ugyanígy látják, hogy az a nagy kérdés, mint mindennél, hogy mire használjuk a mesterséges értelmet, és hát amennyire egyre több ember remélhetőleg megtanulja a helyén kezelni a saját elméjét, mint egy hasznos eszközt, de óriási baj, hogyha hagyjuk, hogy uralkodjon rajtunk, mint egy zsebszámológép uralkodna rajtunk, akkor ez az egész egy új egyensúlyba kerülhet. Tehát az eszközöket lehet használni, amennyire és ahogy jórak láttam, én is használom, és szeretek vele eljutni sokakhoz. Viszont akik meg tényleg megteszik a lépést, hogy eljönnek abba a térbe, ahol az én világom van, ahol az igazi közvetlen átadást tud történni, ott meg fokozottan az élő módszereket használom és szeretem használni. Hát, hogyha minden a helyén van, akkor az működhet, és az meg nem vagy, hogy pont a nagy-nagy sokféleség miatt elég nagyot kell meríteni ahhoz, hogy az érdeklődőkből legyen néhány igazi utonjáró. Prakas, mi a mester terve a jövőre nézve? Most pont eszembe jutott a szinkronizitásképpen, tegnap olvastam újra, hogy ha meg akarod nevettetni Istent, mondd el neki a terveidet. Tehát, ahogy Papacsitól tanultuk, kérdezték tőle, hogy megye Mauira, mert ott vannak nagy tanítványai, és mondja, hogy persze, az könnyen lehet. És hogy próbálták kibarkóbázni, hogy mikor, hát soha nem ment el. De mondta, hogy semmi baj nincs a tervezéssel, amíg nem ragaszkodunk hozzá. És így abból, ahogy maga az áramlat megy mostanában, két indiai út az már nagyon jó precedens arra, hogy újra rendszeresen szeretném folytatni ezeket az útjainkat például. Ami nem kérdés, hogy annyira bevált az életemben a szamádi intenzív, hogy az elvonulásokat mindenképpen rendszeresen szándékozom folytatni. A jóga nem maradhat ki az életemből, és most Pécsen már újra rendszeresen vannak élőben is jógák, miközben nagyon szeretem az online jógás csoportot is, ami mindmáig működik és mindig megújul. Ez a könyvsorozat, ez egy nagyon jó jelképe annak, hogy életemben egy olyan időszakba léptem, amikor sok régi nagy vágy valóra válik. Amiről azelőtt álmodoztam, az most elég nagyban sikerül élni. És ezek részben meglevő projektek voltak, amikre egyszer csak rájöttem, hogy már csak be kell fejezni, meg megszerkeszteni, és kész van belőle a könyv. Van itt közte olyan az új kor kódex, ami a könyvsorozat mondjuk nulladik darabja volt, azzal kezdtük el, de még nem a mostani sorozatunk. És már azt is újra feldolgoztam, nagyon sok új, mindig, ha újra kiadunk egy könyvet, akkor az újabb fejleményeket is már beleviszem. Tehát ez például, hogyha egyszer a távoli jövőben
nem szeretnék nagyon sűrűn tartani csoportokat, programokat. A könyvek bead ugyanúgy még rengeteg ötletem van, amit szeretnék megírni. És ezen kívül annyi, de annyi jó helyet találtunk meg, és béreltünk, és bérelünk, mint máig, hogy egyre inkább kirajzolódik, és valahogy az utóbbi hónapokban lett kimondva, hogy ideje megálmodni, megteremteni egy saját központot, ami nagyon jó lenne mindenféle szempontból. Ez azt jelenti, hogy egyrészt, nagy részt legalábbis egy helyen tudom akkor tartani a saját programjaimat, és hát nem kell különféle helyekkel egyeztetni, amikor megvan a saját elképzelés. És ugyanakkor a teamworknek abszolút itt van, a csapatmunkának itt van a korszaka, tehát szeretném megválogatott úti társakkal megosztani a teret, ami kompatibilisnek látszik, és ami egymást erősítheti. Továbbá rájöttem, hogy ha nem képezek ki olyanokat, akik különböző módokon tovább tudják vinni a munkámat, akkor ez magától történik, és nem mindig azokkal és olyankor, amikor én azt mondanám, hogy itt az ideje, messze nem. Tehát az egyik, hogy már elkezdtem egy ideje a Samadhi Intenzív segítő képzőt, ezt szeretném megújulva folytatni, hogy a lelkes segítők, akik amúgy is nagyon jót tesznek az egész folyamatnak, minél kiképzettebbek legyenek, és ezt a munkát is még tovább tudjuk fejleszteni. Másrészt pedig ebből jöhet majd létre az, hogy az én irányzatomnak, a Samadhi Intenzívnek a vezető képzését is beindítsam, és akkor úgy tudom ezt is továbbadni, hogy azt én láttam az egyetértésben az én tapasztalataimmal és tanításaimmal és minőségi kívánalmaimmal tud megtörténni. Tehát ezek most váltak aktuálissá. Ez nem azt jelenti, hogy bármi belátható jövőbe szeretnél a lényegi dolgokat abba hagyni, de úgy látom, hogy ennek ideje van, hogy úgy adódjon tovább a munkám és a tanításom, ahogy azt én szeretném látni. Mindenképpen túl fogod élni önmagadat már, akár a filmeken, a könyveken keresztül már mindenképp, meg egyébként is, de nagyon-nagyon szépen köszönöm, hálásan köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm a lehetőséget. És lesz ennek, ugye most mesterszemmel megvizsgáltuk a mesterlétet, a mesternek a feladatát nagyon szépen megfogalmaztad, és egy következő beszélgetésben pedig a tanítványt fogjuk, az ébredőket fogjuk megnézni, hiszen nem nagyon van kultúrája, kialakult kultúrája ennek, és néhány jelenségről szeretnénk beszélgetni veled. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. És legyen áldás, és váljanak valóra ezek az álmok. Áldás. Mindegyik. Köszönöm. Hálásan köszönjük önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök a VNTV-t látták, korábbi adásainkat a www.vntv.hu megújult weboldalunkon, valamint a YouTube megosztó portálunkon láthatják. Viszontlátásra! A lélek és a szellem táplálása mellett a testegészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu. Thank you.